A néhai bárány Mikszát Kálmán novelláját diafilmre alkalmazta Dr. Brós Robertné, rajzolta Rogán Miklósné. Az napról kezdem, amikor a felhők elé harangoztak bodokon. Szegény csúriós egész hólyagos lett a tenyere, míg elkergette a határból Istennek fekete haragját, melyet a villámok keskeny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak. A harangszó elfordította a veszedelmet. A kísértetiesen szaladó búzavetések és kukoricaszárak megállottak. Lassanként kitisztult az ég csak a megdagadt bágy hömpölygő vize, mely szilajan zúgva vágtatott el a kertek alatt, mutatta, hogy odafönt, majornok csoltó környékén nagy jégeső volt, vagy talán felhőszakadás. Piszkosan hömpölygött alá az ár. Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, aztán pedig valami tuskó gurítottak a habok. Nem tuskó de tulipános láda, s nini, egész csuda, milyen szépen ulott a tetején egy picike bárány. Szép patyolatgyapjas, két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette valahol valaki. De furcsa esetám, hogy míg a felső végem mindenki tud róla, sós pálék kertjénél egyszerre nyoma vész, az alsó végiek közül már nem látta senki. Nyomban nekiestek a gyanúsítással sós pálnak. Csak ő húzhatta ki, senki más a ládát. Súgtak, búgtak, hogy ennyi meg annyi tömérdek régi ezüst tallér volt a ládában. Ami igaz, az igaz, mert Mócsik György, a gózoni szűcs félét mondotta minap itt jártában, hogy ebben a dologban, ha nem volna lakat az ő száján, ki tudja hát. Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem ma már tudjuk, Benne volt a szép major noki Baló Ágnes kelengyéje. Gúnya nélkül nem léphet az oltárhoz szégyen szemre. Már mindene megvolt, pedig bekeservesen, mint cselét szerezte minden ruhadarabot egyenként. Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály házát, ha a ház megvolna. S ha nem éppen amiatt venné fel, mert a víz felvetette. Ágnes majd kísírja két ragyogó szemét, pedig legalább ő vigasztalná azt a szegény borcsa gyereket, kinek a báránya veszett el gonoszul, a tarka cukri akivel együtt játszott, együtt hált. Jó, hogy a cudarbágy elöntötte a rétet is. Úgy sincs már, aki a sejem füvét megegye, mert a kedves, az édes cukribárány oda lett. De hát, ha megkerül, hát, ha visszahozzák. Jött is hetek múlva valami nesze az úszó ládának, amelyiken egy bárány ült, makacsul, mintha őrizné. No ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a baló lányok kincse. El is indult Baló Mihály azonnal. Majd kikerekíti ő a igaz jó szágát, ha térdik kopik is a lába. És így esett meg a csúfság bodokon, hogy a legmódosabb ember házát kikutatták. Istenem, de csak nagy úr is a törvény maga volt ott a bíró, meg a tizedes, mert Baló Mihály a plegyka után indulva a hatalomhoz fordult. De nem volt foganatja. Semmit sem találtak a sósportán. Bosszúsan indult haza Baló. Lányai egész a határig jöttek, ha vásárba lett vón, se várhatnák jobban. Se bárány, se láda. Ágnes a szép fejét rosszallóan csóválta. Kend, az erős, a hatalommal ment ellene. Most én megyek a gyenge, szólt dacosan. És furfang lesz a fegyverem. Egy hétig járt oda Ágnes. Kutatott, fűrkészett, fűt, fát kikértezett. Gózomban is megfordult, ahol egy lánya van férnél sóspálnak, hát ha ott lesz a ruha. De nem ment semmire. Lám, hiába volt az Ágnes útja is. Nem segített sem a hatalom, sem a furfang az öreg baló boriskával jött érte bodokra. Egyszer csak szembe jön velük az egész előjáróság meg a főemberek, köztük sós pál is, ünnepiesen felöltözve, újdonatúj új ködmönben, mely panyókára fogva lógott a válláról. Nézd meg jól azt a hosszú hajú magas embert, súgja kis hugának Ágnes. Az vitte el a cukrit. Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy kék szemei tele könnyel mintha a cukrit láttam volna felém szaladni a levegőben. Baló Mihály uram dicsértesséket mondott és továbbment. Ágnes nem különben, de nini, az a bolond gyerek. Az bizony oda megy egész közel, és még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Bácsi, szólt csengő szelít hangon, adja vissza a bárányomat. Miféle bárányodat, fiacskám? Nem láttam én a te bárányodat soha. Aztán odafordult a tanácsbeliekhez. Esküszöm kentek előtt az egy élő istenre. A gallérzsinor megereszkedvén a rántásban magától oldózott, s a nehéz új ködmön kezdett lassan-lassan lefelé csúszni. Boriska sikoltva egy szökkenéssel termett a leesett ruhadarabnál. Mindenki ránézett. Még a vén sós is ott a következő esküszó. Jó is, hogy ott akadt. Szukri, kis báránykám! Kiáltott fel a leányka fájdalmasan. Lehajolt. Fejecskéjét odaszorította, ahol a bélésen két barna folt látszott. Ügyes szűcs munka és szép tisztára mosott báránybőrből volt az egész bélés. Hanem az ismerős közepe mégis a legkülönb. A kis baló borcsa könyhullatásával még tisztábra mosta. Mesélő, parázsó Mihály.